egy IFBB Pro testépítőt keresünk. Sziasztok! Már vártalak titeket. Gyertek be, nézzük meg akkor azt a hűtőt, jó? Szia Béla, köszönjük, hogy megmutatod nekünk a hűtődet. Vágjunk is bele, az első kérdésem az lenne, hogy hogy indul a napod, mivel pörgeted fel a napjaidat reggel? Hát megmondom a frankót, mostanában már egyre nehezebben sikerül felpörgetnem, mert már több mint 4 hónapja diétázok, versenyfelkészülés van. Hát az én reggelem úgy indul, hogy a Judit általában korábban kell, én még döglök az ágyba, ő csinál nekem egy turmixot, egy fehérje turmixot, hát ez a felkészülés szakától függően szénhidráttal vagy szénhidrát nélkül. Önt bele nekem 2 deci ilyen Jim Beam tojás, fehérje levet, felráz, megiszom és én alszok tovább még egy kicsikét. Majd a következő, a második reggelem, amikor felkelek, akkor én iszok egy kávét. Hogyha mondjuk off-season van, vagy sima napjaim vannak, akkor egy ilyen proteingranulát, ebben van csoki, ebben még ráborítok egy adag fehérjét, egy kis gyümölcsöt teszek még hozzá. Mi az, ami mindig megtalálható a hűtődben? Tojás, csirkemell és bélszín. Ezek a fő fehérje forrásaim, ezeket eszem rizssel vagy édes krumplival, zöldség, hát mi ugye család vagyunk, úgyhogy ez a hűtő nem csak az én kajámat tartalmazza. Én a jégsalátát eszem, ez nem fúj fel, nagyon jót tesz az emésztésemnek, és én szinte mindig jégsalátát eszek. Vagy kígyóuborkát, a többi zöldséget nem is nagyon szeretem, meg nem jó a gyomromnak, felfúj, a reteg, brokkoli, azok ilyen gázosabbak, azok nekem nem tesznek jót. Úgyhogy többnyire ez tömegnöveléskor, diétában mindig ezek megtalálhatók. Van esetleg olyan élelmiszer, amit tudatosan kerülsz? Tömegnöveléskor szinte mindent fogyasztok. Olyankor tejet, tejterméket, joghurtot, mindent. Versenyfelkészüléskor viszont a tejet azt már kizárom. A reggeli kávémba is inkább mandulatejet szoktam tenni. És mindig szoktam mondani, hogy probiotikumot nagyon fontos fogyasztani. A Jim Beamnek például van egy tök jó probiotikumja, mert versenyfelkészüléskor nem fogyasztunk tejet, élőflórát, joghurtot, sajtot, ilyesmit. És ugye beleknek, most nem bírom ezt másképp mondani, meg az emésztésnek, muszáj megadni ezeket, úgyhogy off-szezonban én simán fogyasztok tejet, joghurtot, görög joghurtot. Azt hiszem van az is a hűtőben, ott van egy óriási nagy görög joghurt. A Judittal meg a lányommal én azért ezeket szoktam etetni, mert pocakjuknak az jót tesz. Én ilyenkor ugye kerülöm, de pótolom probiotikummal. Mi az az élelmiszer, amit gyorsan el tudsz fogyasztani, hogyha nagy sietségben vagy? Hát az mindenféleképp, ezt tudom mondani, a tonhal konzervet. 2 beleborítok a turmixba, egy marék spenót, felöntöm vízzel, turmix, és már lent is van. Ez nagyon egyszerű így, ez könnyíti meg egyébként legjobban az ember dolgát. Amikor nincs verseny, akkor meg ugye egy ilyen, ez mennyei. Próbáltam már valamilyen speciális diétát? Hát gondolom, hogy ilyen ketogén és valami ilyesmire érted. A ketogént azt semmiféleképp, és én soha nem is tanácsolom ezt sportolónak. Hogy zsírral tömjük magunkat, ez annyira ellenem egy sportoló életének. Főleg, hogyha még azt mondanák, hogy egészséges olajjal, egészséges zsírokkal, de amiket olvastam, ilyen étrendeket, kacsazsír, meg minden van benne, ez úristen, hát dehogy. Alacsony szénhidrátom voltam már, például amikor be kellett fogynom 96 kiló alá, akkor 50 g szénhidrátom voltam, és hát az egy elég erős kihívás, de ott azért magas a fehérje, meg ott egy picit én is fentebb vittem az olajat, ilyen 50-100 g közé, hogy azért energia legyen, viszont vizet nem köt meg. Úgyhogy ez az egy szélsőséges diét. Hát tömegnöveléskor meg ugye az extra magas szénhidrátot azt kipróbáltam, hatalmas voltam,
Nagyon erős, nagyon jól durrantam, de hát azért az nagyon sok vizet megköt, cipelek olyankor 15-20 kilót magammal feleslegesen, úgyhogy azt most már mellőzni fogom szerintem ezen túl. Mi a kedvenc kajád? Paca és a mákos guba. A mákos gubából szerintem bármikor, bármennyit képes vagyok megenni. Mi az a kaja, amit a legjobban utálsz? Most ha azt mondom, hogy a pörkölteket nem nagyon szeretem, mert anyu régen nagyon sokat csinált, ez pont ellene megy annak, hogy a paca meg a kedvencem, de tényleg így van. A pörkölteket nem annyira csípázom, hát ilyen tarhonya meg ilyeneket, azok ki lehetne kergetni a világból. Mi az az étel, amit gyerekkorodban ki nem állhattál, viszont most nagyon szeretsz már? Leginkább mondjuk a levesek, amit gyerekként, hát azért úgy erőltetik a gyerekekkel, hogy egyél levest. Most viszont azért szívesebben fogyasztom már, meg felkészüléskor szoktam a Judittal csináltatni ilyen diétás lecsót, az úgy elég jól esik, a hús mellé jobban csúszik, ilyenkor azért az jó esik, tojásos lecsó, ilyesmi, de többnyire akkor is ilyen rántott szelet, az most is nagyon szeretem, mákos guba akkor is a kedvenc volt, nem tudom, inkább amikor anyu olyat csinált, amit én nem szerettem, akkor ettem lekváros kenyeret, mézes kenyeret, vagy cukros kenyeret, de abból nagyon sokat. Azt csípáztam, inkább azt tettem, mint a főtt kaját. Mennyire figyelsz a vitaminbeviteledre? Hát az egyik legfontosabb dolog a világon. Hát egy multipak az mindenféleképp ajánlatos, amiből viszont a legtöbbet fogyasztok az a C-vitamin, a D-vitamin, főleg télen, meg az ásványi anyag, amire nagyon, ugye a kálcium, magnézium, kálium. Versenyfelkészüléskor a zsírégetőktől azért jobban izzadunk, sokat kardiózunk, akkor is izzadunk, és az ásványi sókat kiizzadjuk, ezért nagyon fontos pótolni őket. Ez a kettő, felkészüléskor a C-vitamin, meg az ásványi sók legfontosabb véleményem szerint. Mi a kedvenc nasolnivalód? A legeslegkedvesebb az nekem a chips bármilyen mennyiségben. Most volt egy fellépésem, utána megettem 7 zacskóval, úgyhogy tényleg a chipset nagyon imádom. Ez a szárított marha, amit szintén nagyon szeretek rákcsálni, és az jó, mert azért versenyfelkészülésben is el lehet rákcsálni, mert szűken azért belefér, például moziba, nachos helyett. És hát az én nagyon nagy kedvencem versenyfelkészüléskor, és ezt próbálom kerülni és nem tartani itthon, a mogyoróvaj. Hogyha versenyfelkészüléskor belenyújtom a nyelvemet, onnantól én nem bírom abba hagyni. Egyszerűen nekem ez ilyen messze menően az egyik kedvencem a mogyoróvaj. Off-szezonban meg a proteinella. Ez most ilyen sós karamellás, ezt nem kóstoltam, mert ugye most én ezt nem ehetem, de Judit azt mondja, hogy ez a legjobb, neki ez ízlik legjobban. Én nekem a fehér csok is a kedvencem. Az egy üveggel simán, simán be tudok verni. Na, elkészítjük az edzés előttimet. Teszek bele egy kis magnéziumot. Ez egy új termék, tengeri magnézium. Ezt most próbálom ki először. Nagyon fontos a magnézium az izommunkának, hogy tudjuk terhelni. Ez nagyon fontos. Ugye a kedvencem, a proamino, és még mindig a mangó maraguja a kedvencem. Citrulin. Ez kicsit kitartóbbá teszi az izmokat. Ahogy mondtam már egy régi videóban, ez nem feltétlenül erőt ad, hanem mondjuk nem 10 ismétlés nyomsz bele egy adott súlyba, hanem 11-12-t, és az már nagy segítség. És az arginin. Ez ugye értágító, nem pörget, de mondhatjuk, hogy ilyen nitrogénoxid fokozó, mert a vérbőséget növeli, és sokkal jobban durran tőle az izom. Én ezt évek óta fogyasztom, és szerintem ameddig edzek, addig fogom is fogyasztani. Vitargót szoktam még belerakni, egy ilyen fél kanállal, de most az előbb megettem egy zapkását, mert kicsit csúsztam a kajával, úgyhogy most a vitargót kihagyom, de máskor mindig rakok bele. Jó, úgyhogy
ezt én most megiszom, és elég közel rakunk a teremhez. Majdhogy nem látjuk is innen. Úgyhogy én ezt mindig itthon szoktam elfogyasztani. Beérek, mindig beszélgetek valakivel, bemelegítek, és addigra tökéletesen felszívódik, mire elkezdek normálisan edzeni. Térjünk át az edzőtermi kérdésekre. Mit fogsz ma edzeni? Ma melledzés van. Mi a kedvenc edzésed? Mellezni, meg karozni szeretek legjobban. Mikor kezdtél el sportolni? Hát, hogyha azt kérdezed, hogy sportolni, azt 6 évesen. Hogyha magával a testépítéssel, azt pedig 15 évesen. Mi volt a motiváció, amiért a testépítés mellett döntöttél? Hát én mindig izmos akartam lenni. Megláttam az Arnoldnak a filmjeit, meg az akkori akciófilmsztárokét, és én mindig izmos akartam lenni. Amint mondom, beengednek a terembe, én már megyek is gyúrni. Van valami olyan sport, amit szerettél volna mindig kipróbálni, de még nem került rá sor? Hát amit szerettem volna, azt én kipróbáltam. Bunyóztam, birkóztam. Kickboxoztam, azt nagyon szerettem, az nagyon jó volt. De aztán mondom, elkezdtem gyúrni, és én nekem ez lett az életem értelme, ez imádom ezt a sportot. Van valami kiegészítő sport a testépítés mellett, amit üzöl? Nincs. Pingpongozni azt mondjuk nagyon szeretek. Gyerekkoromban azt is nyomtam, azt végig, de én úgy vagyok vele, hogy egy edzésbe kell beletenni, vagy egy sportba a lehető legtöbb energiát. Hogyha valami másra is elhasználunk, akkor a fő sportból vesszük azt el. És én nem szeretem azt, hogy valaki bunyózik, gyúr, hétvégén focizik, vagy bármi, nem. Akkor mindenbe lehetsz egy kicsit jó, de a legjobb nem. Hányszor edzel egy héten? Hát 5-6 alkalommal, de inkább azt mondom 5-5. Hogy állsz a kardióval? Felkészüléskor. Amikor szárkásítok, akkor nyomom heti 2-3 alkalommal. Off-szezonban nem szoktam, pedig azért kéne a vérkeringésnek, meg a szívnek, az nagyon jót tesz, úgyhogy lassan én is 40 éves, hát most 38 éves vagyok, jövő hónapban 39, ami már azt jelenti, hogy lassan 40, úgyhogy már érdemes betenni a kardiót mindenféleképp. Fiatalon azt hiszi, az ember halhatatlan, de azért muszáj egy kicsit a vérkeringésnek, az érrendszernek szív. Ilyen testsúlya, melyik az a kardiógép, amit leginkább alkalmazol egyébként? Én sétálni szoktam, én azt szeretem legjobban meg emelkedőn, akár 15-ös emelkedőn is. Bringázni is szoktam meg lépcsőzni, viszont az nagyon megterheli a combomat. És a lábedzéseimből nem akarom, hogy elvegye. Nem akarok fáradtan érkezni a lábedzésre, úgyhogy a séta, amit legtöbbet csinálok. Kardió inkább edzés előtt, vagy inkább edzés után, vagy külön napon tartod? Reggel, külön. Hát edzés után nagyon-nagyon magas a kortizol szint, és hogyha lehet, akkor érdemes elválasztani, inkább reggel csinálni, amikor ugye nincs glikogén a szervezetben, és szép kényelmesen elkardiózgat 100-110-es, inkább 110-es pulzuson, de edzés után én nem nagyon szeretem ajánlani. Mondom, nagyon magas a kortizol szint, és az izombontás ilyenkor a lehető legnagyobb, ha még utána, ha nem a regenerálódásra adjuk magunkat, akkor onnan könnyen veszítünk az izmokból. Úgyhogy inkább egy ilyen fehérjét be kell durrantani egy jó, intenzív edzés után, és akkor pihenni. Mivel motiválod magad, amikor nincs kedved éppen edzeni? Amikor nagyon nehezen megy, akkor az a Judit rám szól, hogy szedjem össze magam, de nekem ez a nap fénypontja, az edzés. Főleg egy ilyen felkészüléskor, amikor ilyen nagyon egyoldalú a táplálkozás, és elég sokat
agyalna az ember azon, hogy mit tegyen, vagy ilyenkor azért kevesebbet dolgozok és többet unatkozok. Ez a nap fénypontja az edzés, úgyhogy ez a kikapcsolódás része. Úgyhogy általában azért nem szokott gondot okozni, hogy én ide eljöjjek. Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? Hát mindenképp a 2018-as romániai 2-12-es profi győzelmemhez vagyok a legbüszkébb, ami ugye kvalifikált az olimpiára. Az olimpiára sajnos nem, mert oda nem jó formát vittem, mivel hogy lett egy sérülésem, és az már ilyen nyögvenyelősen ment, csak hogy mégis részt vegyek az olimpián, de a 2018-as román verseny, arra, ha rágondolok, azért az büszkeséggel tölt el, és most egyébként ugyanarra a versenyre készülök, csak már az Open kategóriába, ami ugye hát még nagyobb kihívás lesz, úgyhogy meglátjuk. Mit tanácsolnál azoknak, akik most kezdenek bele a testépítésbe? Olyan tanácsot tudok adni, hogy ha én ezt nem csinálnám, akkor biztos, hogy ez sokkal szarabb és szürkébb életem lenne. Én azt mondom, hogy ne éljenek átlagos életet. Reggel elmenni dolgozni, délután letenni a melót, este hazamenni, meginni egy üveg sört és nézni egy sorozatot. Ez valami olyan szintű katasztrofális élet lehet, amivel én nem is akarok belegondolni. Úgyhogy én azt mondom, hogy szedjék össze magukat, legyenek szorgalmasak, egyenek egészségesen, jöjjenek el edzeni, nézegessék a csajokat, szedjék fel őket, ha bírják. Ezen élvezzék az életet, és hogy legyenek sikeresek ebben a sportban, mert ez egy gyönyörű sport. Köszi, hogy itt voltatok, hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a Jim Beam csatornájára. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!